Nagy Feró. Számos rock és punk együttesben zenélt. Fejlesztőmérnökként ő csinálta az első alkoholszondát Magyarországon. Zenekarával folyamatosan koncertezik. Idén ősztől kezdve pedig minden vasárnap a Petőfi Rádión mutatja be a magyar rockzenei élet múltját és jelenét a Petőfi Rock című műsorban. Szerbusz, Feró! Nem először ülsz a dal zsűriében, változtattál valamit a hozzáállásodon, vagy ahogy majd nézni fogod a versenyzőket? Hát igazából megmondom őszintén, hogy izgulok mindig, mert én úgy beszéltem meg a műsor szerkesztőivel, hogy egy picit hagyjanak engem úgymond szabadabban garázdálkodni, hogy ne egy ilyen megszokott, hivatalos zsűri üljön ott, hanem egy kicsit olyan bolondozós. És én idén is készülök, hogy valamit ki kell találni. Valamiért, amiért ez egy showműsor, hogy nézze a közönség. És ha most nem a közönséget nézzük, hanem csak szakmailag, akkor te mit nézel a zenekarokban, az induló zenekarokban? Mi a neked a fontos, amitől jó lesz egy zenekar, jó lesz egy dal? Hát ugye a dalt kell nézni nagyjából, de a dal és az előadó az elválaszthatatlan egymástól. Ez a kettő összefügg. Olyan, mint amikor egy nőt kiválasztasz. Ha van varázsa, akkor jó. Ha nem, akkor nem elég jó. Akkor találjanak ki valamit. Tehát, hogy kijön egy zenekar a színpadra, és elkezd játszani mondjuk egy vacaknótát, de aranyosak, kedvesek, és szerethető az egész dolog. Akkor elfelejtem azt, hogy ez, külön egy CD-n meghallgattam a nótát, nem olyan jó, de így együtt. És én ezt fogom nézni. Fogsz segíteni? Tehát, hogy akiben érzed, hogy megvan az a plusz, ami kell, de még igazán nem tudott előjönni, azoknak fogsz jó tanácsokat adni, tehát segíteni fogsz, vagy maximálisan megtartod a zsűri szerepkörét, és maximum majd a verseny végén elmondod a véleményedet? Nem, hát én egész életemben próbáltam segíteni. Tehát amikor úgynevezett pikért vagyok, vagy cinikusan beszólok, akkor is igazából bennem a segítség van. Sokszor van olyan, hogy az embereknek meg kell mondani az igazat, ettől mérges lesz, és megmutatja jövőre a dalban, hogy én kicsit szemtelen voltam vele. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy mindenképpen szeretnék segíteni. Lesz olyan dal, amit ugye többször is fogunk hallani, és akkor én már akkor elmondom, hogy legközelebbre ezt javítsátok ki, vagy azt csináljátok meg, mert nem elég hihető. Vagy nem baj, hogyha véletlenül behangoljátok a gitárokat, és közben kiderül, hogy felvételről ment. Hát akkor még rosszabb. De ezeket... Én úgy gondolom, hogy segíteni szeretnék, tehát én abszolút úgy állok ehhez az egész dalhoz, hogy pozitívan próbálok segíteni, és közben persze vicces is szeretnék lenni, mert ha nem veszük könnyedén a hibáinkat, az baj. Akkor te neked ez lesz a karaktered a zsűriben? Mert ugye azt mindig szokták mondani, hogy mindig van egy kemény, mindig van egy olyan, aki megpróbálja egy picit úgy megmenteni a zenekart, tehát hogy nem is volt ez olyan rossz produkció, abszolút szerethető volt. Én tartom magam ahhoz a dologhoz, amit szoktak mondani rólam, hogy én szókimondó vagyok. Tehát magyarul kemény. Ha valami nem jó, akkor az nem jó. Bár nehéz helyzetben vagyok a dalnál, hiszen azt a 30 dalt, azt egyszer kiválasztottuk. Miért nem akkor szóltam, hogy ez olyan rossz, hogy ne válogassuk be. De örömmel jelentettem, hogy nagyon jó 30 dal van. És ugye itt ez is a fontos, hogy itt viszont most csak magyar nyelvű dalok indulhatnak. Azt gondolom, hogy ez is egy pozitívum. Ugye minden sok zenész szokta azt mondani, hogy magyarul sokkal nehezebb számot írni, angolul könnyebb. Hát lehet, hogy nekik föl volt adva a lecke, de azt gondolom, hogy nekünk viszont egy csomó jó magyar dalt fogunk hallani ezek szerint majd. Tudod azt, hogy I love you baby, vagy Where I be you should know my mind. Hát ezeket most hülyéskedek, de ezek igazából az átlag fül lesz hallja, akkor ez angolul van neki, és akkor nem tudja, hogy tulajdonképpen butaság az egész. Nem, magyarul ez most ki kell derüljön, és én nagyon szeretném, hogyha a magyar zenekarok végre olyan... A dalszöveg az nem vers. A verset, egy verset mindenki tud írni. Neki állsz, addig írogatod, amíg úgy körülbelül úgy néz ki, mintha vers lenne. Vagy ha nem, akkor azt mondod, hogy szabad vers. A dal szöveg az egészen más. Annak valahova oda stimmelnie kell a sorokba, a refrényét azt énekelni kell. Hogy az vigye. Tehát dalszöveget írni, az elég nehéz. Itt is találtam olyan
ki is lögtem őket, egy pár dalszöveget, amit nem értesz. Tehát sajnos ma nagyon sok vezető, jó zenekar is szörnyű szövegeket énekel, amit nem értem, hogy ezt miért csinálja. Van titkos favoritod, akiknek mondjuk szurkolsz a szíved mélyén, bár? Van, három is. Három is? Persze, azoknak fogok drukkolni. Ha véletlenül abból a háromból nyeri meg valamelyik, akkor hívjatok vissza és elmondom. Na, ezt akartam mondani, ugye? Hogy akkor mindenféleképp áruld el nekünk. Beszéljünk egy picit még a te zenekarodról. Ilyenkor, amikor zsűri feladatokat látsz el, akkor abszolút vissza is vonulsz a koncertezéstől? Nem, azért hát szombaton nem érünk rá egyáltalán. Vasárnap az amúgy is pihenő nap, de hétköznap azért úgy néz ki, hogy februárban három koncertünk is lesz. Azt olvastam, hogy meg akarod újítani a zenekart itt 2020-ban, tehát hogy új dalokat szeretnél, egy új színpadi jelenlétet szeretnél. Ezzel hogy álltok? Hát itt... Tudod, az a helyzet, hogy én vagyok nehéz helyzetben, mert a zenekarban lelkileg én vagyok a legfiatalabb, meg a leghiperaktívabb. Tehát én szeretem, hogyha nagyon a sikerünk volt az elmúlt évben, 80 koncertet játszottunk. De akkor itt nincs megállás, most ki kéne találni, hogy nem 80, hanem 81 koncert legyen, és akkor többet tudom dolgozhatni a fúvósokat, meg a vokalista lányaimat, és valami újat szeretnék csinálni, hogy beférkőzzek a mostani divatos fiatal zenekarok közé. Hát szerintem ezzel nem lesz probléma. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és akkor sok sikert kívánok nektek, hogy megtaláljátok a legjobb dalt. Köszönjük szépen.